Dino sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Krebs András, a Kincsem Nemzeti Kft. Marketing vezetője. Kezdődik a galop szezon. Szervusz, üdvözöllek. Szervusz. Április 3-a? Április 3-a vasárnap. Mindjárt itt van. Nyakunkon most már, ugye? Gyakorlatilag igen, számoljuk vissza a napokat. Április 3-a vasárnap, kora délután, galop kapunyító. Hány óra? 14 órakor elvileg indul majd az első futam. Maximum 1-2 perces különbség lehet a 14 órához képest, hiszen folyamatosan adunk nemzetközi futamokat a hétvégén is, és akkor ezekhez szoktuk igazítani a programot, tehát lehet 13 óra 55, vagy 14 óra 5 perc, 10 perc, az a lényeg, hogy április 3-án indul a galop. Pálya rendben van? A pálya gyakorlatilag tökéletes állapotban van. Ugye tavaly évben sokat beszéltünk róla, hogy a galop futófelület, a homokpálya helyett most már szintetikus felület van. Ez a tavaly esztendőben kiválóan vizsgázott. Annyi plusz lesz idén, hogy most már kap egy önálló öntözőrendszert ez a pálya is, tehát még könnyebben elő lehet megkészíteni. Kap, vagy már megkapta? Gyakorlatilag benne áll. Most lesznek majd az első locsolási próbák, úgyhogy most már enged az időjárás. És ugyanez a felület van Dunakeszi alagon, ami szerintem még legalább akkora dolog, hiszen a versenylovak a 7-6 napjából ott készülnek. Igen, a legtöbbet ott vannak. Legtöbbet ott vannak, tehát a gyakorlópályának, a tréningpályának a minősége talán még fontosabb, mint a versenypályáé. Pálya kész, tribün kész, minden kész. Tehát nézők jöhetnek? A nézők jöhetnek, gyakorlatilag az utolsó simításokat végzik a kollégák. A gyeppálya is olyan állapotban van, hogy mire jön az első gyeppályás verseny, az május első hétvégéje, addigra minden rendben lesz. Egyébként folyamatosan ugye zajlanak az ügető versenyek, tehát azért olyan állapotban van a terület és a pálya, hogy bármikor ki lehet látogatni a Kincsen parkba, de érezzük mi is magunkon a tavaszt, egyre szebb most már a parkoló, járhatóban most már rügyeznek a fák, úgyhogy készülünk. Mikor kell leadniuk a nevezést? A nevezést a tulajdonosoknak és a trénereknek mindig a versenyt megelőző héten kell nevezni. Ez most általános verseny, ez még odébb van. Tehát indulókról még nem tudunk beszélni. De hogy nagyjából lehet arról beszélni, hogy több ló lesz idén, mint tavaly, vagy ugyanannyi ló, hogy nagyjából mit mondanak? A nagyságrend az ugyanakkora, tehát ami a legfontosabb, hogy nem csökkent a ló létszám. Sajnos azért a környező országokban van egy-két olyan tendencia, ami nem jó irányt mutat. Ilyen szempontból le a kalappal mind a tenyésztők, mind a tulajdonosok előtt. Hiszen, mire gondolsz itt azért? Hogy... Hát, hogy ugyanúgy fedeztetik a kancáikat, külföldről vásárolnak lovat. Tehát ez egy költséges sport, ez egy költséges hobbi. Tehát minden évben ez óriási anyagi vállalása a tulajdonosok, a futatók részéről. Én azt hiszem, hogy mi az elmúlt 2-3 évben igyekeztünk a feltételeket még jobban javítani, biztosítani, hogy ők a lovaikat hozzánk hozzák versenyezni, hogy jól érezzék magukat, hogy a lovaiknak jó legyen, és szerintem a ló létszámban is ez tükröződik, tehát hogy nem csökken a lovak létszáma, persze az lenne a legjobb, ha nőne. Sok új külföldi importlovunk van, izgatottan várjuk a bemutatkozásukat. Van olyan, amiről ti már tudtok, hogy akár esetleg egy meglepetés ló lehet? Tehát valaki vett valami jó kis lovat, még nem láthattuk ugyan futni, de ti már tudjátok, hogy ő akár nagy meglepetés is lehet. Hát minden istállóban ilyenkor Hemzsegnek a nagyon jó lova. Én személy szerint nem szeretnék senkit kiemelni. Én azért már eltöltöttem annyi évet ebben a sportban, hogy azért minden lónak hagyok egy futási lehetőséget, egy bemutatkozást, aztán akkor bizonyítsa, hogy... Az első futás egyébként az mérvadó minden esetben? Szerintem igen. Mérvadó. Úgy is lehet egy jó ló, hogy mondjuk az első futása nem sikerül, és akkor a későbbiekben jó lóvá válik, de mérvadó. Azt tudom, hogy amikor annó 10 évvel ezelőtt Overdose kijött az első versenyében, akkor mindenki komoly győzelmet várt tőle, első esély volt a ló. Mert mi alapján? Hát a tréningjei alapján. Tehát a versenyét megelőző hetekben olyan formát mutatott, hogy... Na látott. Most nincs ilyen? Van ilyen, de
azért overdose után én már olyan óvatosan próbálom a jelzőket is használni, értem, hogy ki a jó ló, ki lesz a klasszis ló. Szerencsére sok jó lóvunk van. És hát, de ezeket külföldről hoztuk, ugye? Nem magyar tenyésztés. Van magyar is azért, van egy-két tehetséges magyar ló, például a tavaly a megkapó megnyerte a kancadíjat, a derbiben második volt. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a mai konkurenciában egy magyar tenyésztési lóta lesz szép eredmény. Állítólag jól telelt, úgyhogy további javulásra várható. És hát tavaly ilyenkor mondjuk szerintem csak néhányan gondolták, hogy a Quelindo nevű 3 éves szürke mén le fogja taralni az egész magyar galop sportot. Ugye ő 2 évesen nem futott, 3 évesen a nyeletlenek között jött ki, és hát onnantól kezdve meg egy sikersorozat volt. És mi maradt? Még egyelőre nem adták el. Szerencsére a mai napon. De terve van véve, hogy hallottam, tehát előbb-utóbb hát, lehet, hogy megy ő is Ausztráliába. Azt nem tudom, hogy az eladása terben van-e, de a tulajdonost ismerve meghallgat mindenkit, és utána dönt józanul, gazdasági szempontokat mérlegelve. Szerintem azért a szíve mélyén egészen biztosan meg szeretnék tartani, de hát van az az ajánlat. Főleg a hölgyek ragaszkodnak az a szürkéhez. És meg a tréner is, meg a tulajdonos, tehát természetesen, mint mindenhol azért a nők vélemény, az asszonyok, a lányok vélemény az döntő. Maradjunk már nála akkor, mondjuk ugye most már nem fog derbit futni, mert most már... Így van. Mi várhat rá ebben az évben? Mit nyerhet? Mivel tudná azt igazolni, hogy még továbbra is a toppon van? Ugye Quelindo és hát minden 3 évesnek egy nagy utat kell járni, hiszen tavasszal középtávon kell futnia, nyáron a legfontosabb versenyre, a derbire oda kell érni hosszú távon, ősszel várnak rá még hosszabb távú versenyek. Én azt hiszem, hogy ilyenkor minden 3 évesnek a távjának a megtalálása, az igazi, ideális távjának a megtalálása az egyik legnehezebb feladat. Ősszel úgy nyilatkozott az istálló menedzsmentje, hogy a 1600-2000-2200 méter között lett az ideális távja, ami egy nagyon jó táv, hiszen a középtáv teteje, rövid táv, a hosszú táv alja, de miután egy magas klasszisról beszélünk, simán elállhat a ló akár még hosszabb távokon, tehát még extra távokon a többi idősebb ló ellen. Egészen biztosan, hogy ki szeretnék próbálni őt külföldön, és ezzel már válaszoltam is a kérdésedre. Tehát ő itthon mindent megnyert. Ugye egy veretlen lónak a renoméját őrizni az nagyon nehéz dolog. Az egy mind menedzselés szempontjából egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Gondoljunk csak a boxolókra, és akkor szerintem így minden sportrajongó érti, hogy miről beszélünk. És hát a külföld. Jó, de hát ha nem viszem ki külföldre, csak itthon futtatom, akkor lehet, hogy sikerül. Akkor óriási esély van rá, hogy minden versenyt megnyeri, de szerintem az istálója bölcsebb ennél, és szerintem fog ő külföldön futni. Miért érdemes kivinni a lovat? Csak a pénzdíj miatt? Nem, semmiképpen a pénzdíj miatt nem, hiszen tudjuk, hogy egy külföldi kirándulás, egy rossz szót használtam, egy külföldi túra, egy külföldi verseny óriási anyagi megterheléssel jár, sokkal erősebb, sokkal nagyobb a nevezési díj, utazási költség, több a kockázat, több a nehézség. Tehát elsősorban nem anyagi szempont az, ami motiválhatja egy futtatót. Persze meg szeretné nyerni a külföldi versenyt, és ha megnyeri, az jó pénz. De ha más esetleg nincsen már a helyezettek között, vagy csak mondjuk negyedik, ötödik, ami még mindig egy szép eredmény, már akkor már nincs kvázi a pénzénél. Itt inkább olyan szempontokat érdemes nézni, hogy az a ló, vagy az az istálló külföldön megmutassa magát. A külföldi nagyobb versenyek a lisztettől fölfele azok úgynevezett black type-os versenyek, amelyeket jedzenek mindenütt a világon, és azért, hogyha abból az istállóból mondjuk egy ilyen típusú ló kikerül, aki ezekben a rangos jegyzett versenyekben az első 3 között van, azt figyelik, azt nézik, így került Tanner Teddington is Ausztráliába. És akkor el lehet adni jó pénzért. Ha jól fut egy ilyen versenyen, akkor ott a lehetőség, igen, hogy... Tehát végülis a pénzről szól. Is. Meg hát a sport, hogy nyerni szeretne, hogy meg akarja magát mutatni az ember külföldön. Én azt hiszem, hogy azért persze számít a pénz is, sőt nagyon számít a pénz, de itt sportemberekről beszélünk, akik kíváncsiak, hogy mit tud a lovuk. Szerintem Quelindónál nem tudjuk, hogy hol a vége. Akkor érdemes lesz őt külön figyelnünk akkor? Szerintem abszolút. Hát egészen biztosan ő lesz idén az év egyik sztárja. És mi annak drukkolunk, hazai lóversenyrajongók, hogy itthon a nagy versenyeken látni fogjuk,
májusban ilyen a millenniumi díj, uh-huh. ami pénzdíjazás miatt érdemes kipróbálni a lovat, ráadásul 1800 méter a versenytávja, szerintem jön külföldről egy-két ló, és akkor itthon, hazai közönség előtt meg tudja magát mutatni. Wellingtonnak... Ha jó a külföldi ló kellene itthon, akkor nagyobb bátorsággal lehet kivenni külföldre? Hogyne, természetesen. És hát az a lónak is nagyon jó, nekünk is jó, mint versenyszervezőnek. Azzal mindenki csak profitál a hazai lóversenysportban, ha egy jó ló, vagy egy jó Wellingtonó nemzetközi versenyt tud nyerni itthon vagy külföldön. Na, kíváncsiuk, hogy meghálálja a szürkém én ezt a... hogy róla most így beszéltünk ilyen sokat. Szóval akkor Wellingtonó lehet az egyik pozitív meglepetés, de lehetnek mások is, akik körülményes még nem beszélünk, mert... Nem pozitív, mert ugye, hogy a hős ugye, nyugodtan lovakról mondjuk. Beszélünk, tehát lehet meglepetés, ugye? Persze. Szóval akkor lovak vannak, zsokékkal mi a helyzet? Mert azt hallottam egyes listáló tulajdonosoktól, hogy nagyon kevés a zsoké. A jól, jó zsoké, a bevethető profi zsoké. Ez sajnos egy hát több évtizedes probléma. Gyakorlatilag az elmúlt 30-40 évben, de inkább az elmúlt 30 évben megfigyelhető, hogy egyre kevesebb olyan fiatal, olyan lovas került bele a sportba, akik a következő években meghatározó lovasokká, zsokékká váltak. És hát gyakorlatilag ez a 2000-es évek elejére abban csúcsosodott ki, hogy volt nekünk egy 60 pluszos Kálai Pálunk, volt egy-két tehetséges lovasunk, gondolok itt Kovács Sándorra, Varga Zoltára, Simon Ferencre, hogy a, kvázi azt a korosztályt említsem, akik azért mennek bele a korba, akárhogy is nézzük, tehát szépen lassan vagy kiöregednek, vagy a súlygyarapodás miatt egyre nehezebben tudják hozni a súlyukat. Tehát ott tartunk, hogy egy nagyon komoly generációváltáson esett át a sport. A nehézségeket a közép-európai régióban lovagló zsokékkal próbálták a tulajdonosok orvosolni. Ugye elindult egy lovasképzés is, de hát azt azért tudomásról kell venni, hogy nem ez a fiatalok álma mindenáron, hogy, tehát nem ez a top állás, hogy valaki zsoké legyen, és hát hogy a fizikai adottságok miatt nagyon nehéz a kiválasztás. Ebből az új képzésből föltűnt már azért egy-két fiatal, akiknek rengeteg gyakorlat kell, és hát évek, hogy fölnőjenek a már említett lovasok szintjére. Az még kellene pár évek akkor. Rengeteg év kell, és hát kitartás, munkaszeretet, alázat, és hát lovaglás. Tehát ez egy olyan sport, hát alapvetően az összes sport ilyen, meg az összes szakma ilyen, ami gyakorlás útján lehet elsajátítani. Szóval akkor egyelőre jönnek a külföldi zsokék? A lovasok terén elsősorban hogy a régiós, régióban meg, már megismert lovasokat fogjuk látni, hogy a Georgiev itthon él nálunk, Linek idén is lovagol még, ezt megerősítette ezt az információt, és Svindlát is ugye sok versenyben fogjuk látni, és hát jönnek szépen előre a magyar fiatalok, és hát bízunk benne, hogy egy nagy talent megmutatja magát. Akár mint egy ló is, ugye? Tehát ők az is lenne a legszebb, így van. De hát ez majd a jövő zenéje lesz. Tényleg, Varga Zolit említetted, mit szólsz hozzá, ment Angliába dolgozni, munkazsokénak? Igen, néhány... Egyes hírek szerint. Igen, néhány hete költözött Angliába Varga Zoltán. Fejes Lajost követte, aki még az őszi időszakban költözött a Szigetországba. Ez sajnos óriási vesztesége a hazai lóversenysportnak, hogy két ilyen megbízható, két jó lovas külföldön keresi a boldogulását. Hát a konkurencia nagy, a határok nyitottak, tehát ez sajnos benne van a pakliban, hogy a legjobb lovasainkat, értékes szakembereket tudják elcsábítani. Van az a pénz, van az a munkalehetőség, ami miatt megéri nekik országot váltani. Természetesen mi bízunk benne, hogyha esetleg nagy verseny van, fölkérés kap Zoli, akkor a nagy napokon fogjuk őt látni. Talán, ugye? Hát nagyon bízunk benne, így van. Mert azért ő sem fiatal. Nem, hát ő sem lesz már fiatalabb, igen. Bár én szeretnék azért ilyen jó karba lenni, mint ahogy Zoli. Én 20, már majdnem 20 éve ismerem, hát egy picit összebb lett a haja körülbelül. Azóta ilyen, ugye? Szóval akkor jöhet akkor a nyitónap? Jöhet a nyitónap, április 3-a vasárnap, galopkapu nyitó. Tavaly is ugye több mindennel próbálkoztatok. Idén mixnek még a galop és az ügető mellett? A galop és az ügető mellett ugye az agár az elindult, az most május 6-án lesz az első agár, és ami szerintem óriási lehetőség például a játékosoknak,
az a Kincsen Plusz nevű játék, amely minden nap jelentkezik január 4-e óta. Ez egy nagy nemzetközi hálózatba történő fogadási lehetőség, óriási jackpottal. Nagyobb rendezvényeket kívántok-e behozni a Kincsen Parkba? Vagy most már az emberek tudnak a Kincsen Parkról, tudják, hogy hol van, most már megtalálják, tehát most már nem kell egy-egy nagy koncerttel még felhívni a figyelmet a Kincsen Parkra. Én azt hiszem, hogy a tavalyi évnek a sikerei azért érződnek, de az idei évben is ugyanúgy megyünk tovább, sőt, nagyobb lendülettel. 5 olyan nagy rendezvény lesz a mai nap a terveink szerint, amit meg szeretnénk valósítani. Tavasszal rögtön május második hétvégén lesz egy fesztiválunk, egy 3 napos. Tavasszal ilyen nagy rendezvény még nem volt, több nagy díjjal, nagyon komoly keretprogrammal. Aztán lesz ugye a júliusi derbi hétvége, itt azért a nagy koncertek ismét meg fognak jelenni. A szeptember első hétvégén lévő nemzetközi lóverseny és futrek őrület az lesz szeptemberben, és a tervek szerint ennek lesz egy előzenéje, egy előmenetele már ugye majd májusban. Októberben is lesz egy nagy durranás, aminek elvileg mi leszünk a házigazdái, de nem mi vagyunk a rendezői, és hát az igető szilveszterre zárjuk a sort. Igen. Tehát idén 5 nagy rendezvényben gondolkozunk. Lesz még egy, ez már Ügetőre vonatkozik. Ügetőknél akkor most lehet, hogy kétszeres derbi győztest fogunk 2016-ban? Könnyen ünnepelni? Lehet, igen. Ugye azt lehet, kell, hogy? Igen, azt kell tudni, hogy a tavalyi évig bezárólag 3 évesek futottak ügetőlovak az Ügető derbiben. Aztán történt egy szabálymódosítás, amely alapján 4 évesek futják a derbit. Korábban is volt erre példa, és több nemzetközi több külföldi országban is 4 évesek futják. Tehát, hogy nem maradjon ki év. A tavalyi 3 éves évjárata van abban a szerencsés helyzetben, hogy náluk van az évváltás, így ők most 4 évesen is futják idén a derbit. Tavaly a derbit Tónyó nyerte. Tónyó ilyenkor torony magas esélyes volt, a derbiben is nagyszerűen futott, kiemelkedő ló volt. Most az van, hogy fölnőttek mellette komoly riválisok. Gondolok itt elsősorban Time to Say Goodbye-ra, aki összetöbbször megverte Tónyót, és szerintem még lesz 2 olyan ló legalább, akik eljutnak erre a szintre. Pedig az nem kis semmi lenne, hogy egy ló kétszer nyer derbit. Hát az óriási lenne. Nincs kizárva, hogy Tónyó megint nyára olyan formában lendül, hogy megnyerje a derbit, de a mai állás szerint sokkal nehezebb dolga lesz, mert fölnőttek mellé riválisok. Ezzel kapcsolatban készültök valami különlegességre, vagy általános Ügető derbi lesz? És azért, mert ugye végül is megismétlődik a 2016-os. Hát valami különlegesség egészen biztosan lesz. Ugye hát ez már a 102. magyar Ügető derbi, tehát azért sok új dolgot már nem kell kitalálni, de azért a só részébe azért oda teszik magunkat. Úgy lesz megint idén is, mint tavaly, hogy egyszerre? Egy hétvégén? Igen, ugyanez is egy 3 napos rendezvény lesz, pénteken lesz egy úgynevezett vegyes tap, a lóverseny az éjszakában, agárversennyel, ugróversennyel, síkversennyel, ügetőversennyel, szombaton az Ügető derbi, ilyen a főszerep, vasárnap pedig a galopp derbi lesz. Akkor ezek szerint akkor bejött, hogy így egy hétvégén le tudjátok a derbiket? Én azt hiszem, hogy ez bejött, és a kommunikáció szempontból is sokkal könnyebb dolgunk van. És így, a derbi hétvége. A derbi hétvége. Kész pont. Nem kell túlolgozni. Nem kell magyarázni. Mert egy laikus számára olyan kicsit rosszul vette ki magát, hogy jó, kimentünk ülni egy derbire, aztán 2 hét múlva jöttek megint a hirdetések, meg a körlevelek, és megint derbi van. Most volt derbi. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy jó út, úgyhogy most is egy hétvégén lesz. Zárásként, Párcölgyben mi a helyzet? Ostor szabályok ügyében a tavalyi helyzet, a tavalyi szabályozás a mérvadó, tehát a versenyszervező elkötelezett az ostor szabályok szigorú betartására. Azaz? Hát ugye mind a galoppon, mind az ügetőn az elmúlt, most már 2 évhez képest szigorítás történt. Ugye a galoppon 3-szor lehet ostorral a lovat bíztatni, az ügetőn is szigorodott a szabályzat, és hát ez a szabály, ez az idei évben is ugyanaz lesz, mint a tavalyi évben volt. Tehát ez ügyben nem történt változás. Nem akarjátok teljesen elvenni esetleg? Vagy már... Hát ez túl merész. Hát ez nem akarás. Mert van olyan nemzet, ahol úgy tudom, hogy ostornék. Van néhány olyan skandináv ország, ahol például nincsen. Ezért kérdezem, hogy... Illetve nálunk is például a galoppon, az angol telivérekre, a 2 évesekre nem visz ostort, most már lassan másfél évtizede.
Azért ez nem ilyen egyszerű, tehát itt ezt szakmai egyeztetések előzik meg, tehát egy dolog, hogy mit szeretne a versenyszervező, vannak különböző érdekképviseleti csoportok, tehát a versenyszabályok nem csak az ostor témában folyamatos egyeztetés alatt vannak, az idei évben ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tavalyi évben. Értem. Lesz-e valami meglepetés, új szabály, hogy a galoppon, vagy minden marad a régiben? Tehát most... Hát miután majdnem egy 200, sőt már lassan 300 éves sportról beszélünk, ha Angliát, ugye az ős hazát említjük, hát nagyon változtatni ezen nem kell. Tehát szerintem azért szép a lóverseny, meg azért, mint például a labdarúgás, hogy gyakorlatilag 10 évente egy kicsit csiszolnak a szabályokat. Most labdarúgást nagyon akarnak változtatni. Igen, hát hallottuk most már. Igen. Tehát sok mindent hallottunk. Most már idő után nem lehet majd a bírót sem szídni. Hát jó. Az már furcsa lesz egy labdarúgásnál, nem? Hogy bírót nem lehet szídni. De azért mondom, tehát még akár nálatok is lehet egy hirtelen nagy változás. Bármi lehet, de visszatérve a labdarúgásra, például az, amikor hogy a hazadást a kapust nem fogadta meg, az például egy nagyon jó szabálynak tartom, és igazolja a maga a sport, de ezen kívül nem nagyon szoktak a labdarúgásnak a szabályba változtatni, belenyúlni. Szerintem ezért szép a lóverseny is. Igen? Idén akkor még több nézőre számítotok, vagy megelégedtek az, hogy tavalyi átlag nézőszám jön? Nem, minden évben egy kicsit növekedjen a nézőszám. Ugye itt elsősorban az öt nagy fesztivál, ami fog kapni majd egy komoly reklámot is. Szerintem ott létszámnövekedés lesz. Persze az időjárás azért kiszámíthatatlan, de ha optimálisak a körülmények, akkor egészen biztosan sokan leszünk. Kettő szilveszternél 14 ezeren voltunk. Annak a tanulságait leszűrve föl kell készülni 15 ezer, meg 16 ezer emberre is. Akkor még egyszer kezdődik 2016. április 3-án akkor a galop is. Ugye mert a rögető már megy, és elindul a galop szezon, és akkor a Kincsenparkban. Így van, 3-án áprilisban start. Köszönöm szépen, itt voltál. Én köszönöm. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.